adott egy csoport, melynek tagjai szerint a tökfőzelék minden gondra bajra jó. Képzeljük el, hogy ez egy fáma, kitalált történet. Ezek a lények meseországban élnek. Másokkal egyetemben, akik szerint nem a tökfőzelék a megoldás, hanem a puncstorta. Tehát vannak a tökösök, és vannak a puncsosok. A tökfőzelék imádók próbálják meggyőzni a többieket, Bizonyított tény, igenis az általuk istenített étel a hasznos, ezt kell fogyasztani. Ebben persze nem mindenki hisz. Volt olyan, aki megette a szóban forgó ételt, és rosszul lett. Mások undorodnak a főzelék láttán. Szerintük inkább édes süteménnyel kellene mindenkit megkínálni, bár ők ezt nem erőltetik senkire. A tökösök hajthatatlanok. Plakátokon hirdetik, mindenki egyen tökfőzeléket, a tökfőzelék meggyógyít. Ne higgyetek azoknak, akik szerint egy torta szelet megmenthet benneteket. Meseországban teljes a káosz. Sokan nem tudják, hogy melyik oldalra álljanak. A kettőt együtt nem lehet, hiszen a tökfőzelék puny hát az olyan bizar. Aztán egyszer valaki kilépett a tömegből, és azt mondta. – aki a tökfőzeléket szereti, és abban hisz, egye azt. Aki pedig a puncstortának szavaz bizalmat, vegyen belőle. Mindenki döntsön a saját belátása szerint. Hiszen felnőttek vagytok, nem akaratos gyerekek, akik azért is kiharcolják azt, amit szeretnének. Sok-sok tanulás és fejlődés után meseország lakói elfogadták, hogy nem mindenkinek ugyanaz a jó. Mindenki másképpen van berendezve. A testi szervezeti felépítése is állapota sem egyforma az ott élőknek. Egy idő után megnyugodtak és békén hagyták egymást. Sőt, voltak olyan tökösök, akik azt mondták, miért ne kóstolhatnánk meg a puncstortát, hiszen lehet, hogy tényleg az a jó. Vagy az is lehet jó. Nem tévedtek, megismertek új ízeket, új színeket még barátságok is szövődtek. Meseországot végül elnevezték a tolerancia országának, ahol a tökösök és az ínyencek kiegyeztek és harmóniára leltek. Szerintem is jó, a sós az édessel, bár én inkább puncszeletért megyek le a boltba.